Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, srácok. Van egy hatalmas baj a Division-nel, egy nagyon fontos dolog, úgy gondolom, ami hiányzik a játékból, és ez azért megesett, hogy sok embert elkedvetlenít, viszont szeretnénk, igen, nénk tenni ellene, ugyanis András megkeresett engem a Cigi Szünet YouTube csatorna vlog podcasttól, és rávilágított egy nagyon-nagyon fontos dologra a Division 2-vel kapcsolatban, ami nekem igazából annyira nem tűnt fel, de azt hiszem, hogy tekintve azt, hogy az első részben benne volt, és ebben nincs benne, az elég szomorú, úgyhogy, na, aki már kitalálta, hogy mi az, akkor a szóljon. Úgyhogy belevágok a lényegbe. A Division 2-nek a legnagyobb hibája, hogy nincs benne magyar nyelv. Úgyhogy a Division 1-ben ott volt a magyar nyelv, és hogy őszinte legyek, egy nagyon jó fordítást találtak neki, és nagyon nagy segítség volt mindazoknak, akik nem beszélnek jól angolul, sőt, hogy őszinte legyek, már kb. 5 éves korom óta beszélek angolul, ebből már lassan 8 évet Angliában élek, és még nekem is volt úgy, hogy a Division 1-ben kétszer kellett elolvassam, hogy biztosan felfogjam, hogy mit olvasok, mert néha annyira ugye komplex volt a nyelvezete a játéknak. Szóval, hölgyeim és uraim, a link ahhoz a petícióhoz, amit virtuálisan aláírtok, ennek a videónak a leírásában megtaláljátok. Ki fogom rakni Facebookra is, a Discord csatornánkra is. Úgyhogy mindazoknak a Division fanoknak, akik szeretik ezt a játékot, de esetleg nem hallottak erről a petícióról, kérem, írjátok alá, ez semmibe nem kerül, és megeshet, hogy központilag a Ubisoft úgy dönt, hogy jó lesz, hogy oké, rakjuk bele, mert hogy egy magyar gamer hatására, nyomására esetleg lesz bele egy magyar nyelv. Állítólag drága egy nyelvi csomagot készíteni egy játéknak, mert akkor ugye fel kell fogadni a fordítókat, tolmácsokat és a többi, de ha már annyi nyelvet képesek voltak beletenni ebbe a játékba, akkor nem értem, hogy még egy európai nyelv mitől lenne kevesebb. Szóval tényleg már minden nyelv ott van, és van egy kis ország Európa közepén, szívében, és erről a nyelvről valahogy mindenki megfeledkezik, és nem rakják belé. Azzal a címszóval gazdaságilag nem éri meg, mert hogy nem elég játékos vásárolja meg az ottani játékokat, ugyebár. És ugye az Origin is ezért váltott magyar nyelvről angolra, mert hogy nem akkora ott a gazdaság. Szóval kapják be. Legyen a Division 2-ben magyar nyelv. Ha már azt hittétek, hogy valami komoly gond van a játékkal, ugye? Nem, csak a magyar nyelv hiányzik belőle, és ez szerintem elég gond. Ettől függetlenül, ugye, mint ahogy az előző videókban is említettem, a játékkal különösebb gond nem lesz. Annak, aki lemaradt a Division 1-ről, tökéletes elkezdenie, mert nagyon hasonló ahhoz a Division 1-hez. Annak, aki már sok órát tett a Division 1-be, annak új lesz a játék a modolási rendszer szempontjából, de ettől függetlenül nem akkora újítás, hogy teljesen ideg legyen, úgyhogy szerintem korrekt lesz a játék. Annak, aki arra számít, hogy tele lesz bugokkal, igen, tele lesz bugokkal, mivel hogy ugyanarról az engine-ről beszélünk, teljesen az elejétől nulláról felépítve a játékot, és ugyanazok a bugok jöttek ki, és ugyanazok a problémák jöttek ki, mint a Division 1-ben anno, és gondolom ezt folyamatosan fogják patchelgetni és javítgatni. Aztán innen egy évre valahol a Division 2-ből is egy kiváló játék lesz, mint ahogy a Division 1-ből lett mostanra. Viszont kevésbé lenne kiváló, hogyha nem lenne benne egy magyar nyelv. Arra vagyok kíváncsi, hogy ki hallott már erről a kis aláírásgyűjtésről. Ki az, aki aláírta már ezt? Írjátok meg a kommentbe, hogy hé, már aláírtam. És mindazokat, akik még nem írták alá, a videó leírásában ott van, kérlek, menjetek el és írjátok alá. Ennyi lett volna ez a videó. Egy rövid kis, hogy is mondjam, értesítő a Division 2-ről, hamarosan kín van a játék, ettől függetlenül ugye egy jövőbeli patchben a magyar nyelv belekerülhet, remélhetőleg így döntenek központilag, mivel hogy ugye András megkereste volt a magyar képviseletet a Ubisoftnak, és ők is mondták, hogy támogatták, hogy ez egy jó ötlet lehet, ez az aláírásgyűjtés, és előfordulhat, hogy központilag úgy döntenek, hogy végül belerakják. Szóval egy próbát megér, nem veszítünk vele
semmit. Srácok, köszönöm a figyelmet, dobj egy lájkot, juttasd el más emberekhez ezt a videót, hogy ők is látják, akik esetleg nem tudnak arra, vagy csak küld el nekik a linket. A lényeg az, hogy történjen meg, igyekezzünk minél többen aláírni ezt a petíciót. Ha nem játszol a Division-nel, akkor is tedd meg a kedvünkért ezt az aláírást. És a Division 2-vel sem fogsz játszani, akkor is tedd meg a kedvünkért ezt az aláírást. Nem azért, hogy úgy többen legyünk, hanem illetve azért, hogy többen legyünk, de illetve azért a tényér, hogy látható legyen, hogy Magyarországon van egy piac, van egy gamer piac, ami a Ubisoftnak már jelentőséget fog jelenteni abban, hogy aláírja. Jelenleg 3000 tag körül írta alá már ezt a petíciót. Úgyhogy ha többen lennénk, hogyha mondjuk megütnénk egy 15-20 ezret, az már a Ubisoftnak is egy olyan piac mennyiséget jelenthet, amit potenciálisan ugye elveszíthet, ha nincs benne egy magyar nyelv, de potenciálisan megnyerhet, ha van egy játékban a magyar nyelv. Szóval az lenne a lényeg, hogy ne csak az írja alá, aki játszik, vagy játszik fog a Division 2-vel, hanem olyan is, aki nem, hogy megmutassuk, hogy van egy piac, egy kereslet a magyar nyelv iránt a játékokban. Srácok, nagyon-nagyon köszönöm, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, csengő jelecske, kattintsatok rá, lesz még majd Division valószínűleg a csatornámon, csak még be kell osszam az időt a Warframe és Division között, hogy hogyan oldom meg, de szeretnék lenni, mert nekem tetszett a játék alapvetően, úgyhogy ja, következő videóig, sziasztok!